Sziasztok, én Trumtomi WT vagyok, a cipőember, és köszöntelek titeket itt a legújabb Dorko Sneaker Unboxingban. A mai rész egy különleges epizód lesz, és ezt most teljesen komolyan gondolom, amikor mondom, hiszen majd hoztam nektek a Dorko legújabb csúcsmodelljét, a nagy dobását a sneaker világba, méghozzá a Dorko Easy. És nem véletlenül mondom ezt a cipőről, hiszen ez egy zseniális darab lett, majdnem elejtettem, annyira tűzforró. Ahogy látjátok, csomó királyi részlettel lett megáldva, például itt rögtön a nyelvén. Ez a felvarrott címke elképesztően látványos, hátul a hátsó panelen egy teljesen új Dorko logó dizájnt találhattok, és itt elől még akár láthattok egy ilyen bordázott gumipanelt, szintén pedig egy ilyen kis átlátszó gumi részletet. Tehát ahogy látjátok, kinézetre nincsen semmilyen panasz, de a kényelem is teljesen toppon van, hiszen természetesen egy EvaTalp technológia került ebbe a cipőbe, ami a legmodernebb ragasztásos technológiával készült. A cipő elképesztően robuszt és stabil, de közben hihetetlenül könnyű, nem véletlenül kapta persze a Dorko Easy nevet. Megtalálhatjátok ezt a Dorko Easy-t egy ilyen magas szerű high verzióban, de szintén, hogyha az alacsony szerű a kedvencetek, akkor itt van a Dorko Easy Low. És ez még persze nem minden, hiszen különböző zseniális színállások is megjelentek a Dorko Easy-ből. Itt van rá két tökéletes nyomatékos példa. Úgyhogy keresitek a Players Room üzletekben a hozzátok legjobban passzoló színállást, mi pedig találkozunk itt a következő Dorko Sneaker Unboxingban, a Dorko YouTube csatornán. Én Trumtomi WT voltam, addig is sziasztok!